Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Predstavljanje narodnih nošnji, izložba tekstila, blagoslov mladog vina. Hrvatski festival župe Svetoga Ivana Pavla II. Šokački plesovi, nošnje, gastronomije i običaj. Hrvatski jesenski festival. Okupili su se surdukinski šokci, hrvatsko veče u Surdukinju. Nova spomen ploča na zidu Vršenske crkve, obljetnica crkve i župe. Župa pape Svetog Ivana Pavla II. Prvi je put organizirala hrvatski festival pod nazivom Raširenih ruku. Kukin također pripada najmlađoj pećuškoj župi kao filijala. Priređena je izložba narodnih nošnji i tekstila kukinske hrvatske zajednice, a predstavljena su i nova vina i vinarski pribori. U sklopu festivala vjernici su mogli sudjelovati i na dvojezičnoj svetoj misi u dvorani odgojno-obrazovnog centra Nefku. Szent II. János Pál pápa lett a védőszentje a 2019-ben alapított új plébániának Pécskertvárosban. Alapítása óta folyamatosan bővül a rendezvények és a közösségek száma. Első alkalommal rendezték meg a Tárt Karokkal Fesztivált az ANK Művelődési Házban, melyen a családok, a gyerekek és az idősebbek is találtak programot. Arra gondoltunk, hogy bemutatjuk az egyházközségünket, hogy mélyebben megismerjék az itt élők, a városban élők, és a horvátság, a horvát testvéreink mutatkoznak be, akik az egyházközségben élnek, legfőképpen a kökényiek, hiszen ez egy horvát falu, és ahogy mondani szoktuk, azért a papnak, ők is a gyerekei, ahány filia van, annyi gyerek, idézőjelbe téve, és így kerestem meg a polgármesterasszonyt, a horvát kisebbség vezetőjét az egyházmegye részéről, illetve Laci atyát, Bacsmai Laci atyát, aki szintén ennek a referatúrának a vezetője. És meghallgatásra találtam, pályáztunk erre a rendezvényre, és hát így állt össze programokat, összedugtuk a fejünket, hogy milyen programok lehetnének. A kökényi horvátok népviseleti és szőttes bemutatóval készültek, valamint az idei új bort és a hagyományos borászati kellékeket is elhozták. Így esett a választás arra, hogy hozzunk régi fajta edényeket, régi fajta eszközöket, amik a bor készítéséhez szükségesek, és az apósomnak a pincéjében nagyon sok ilyen régi holmi megmaradt, és ezekből válogattunk és hoztunk, például poharakat. Nagyon érdekes meg lehet nézni, hogy milyenek voltak a boros poharak, egész ilyen piciktől nagyobbakig, hogy aki milyenből szeretett volna inni. Akkor amihez én jobban értek, mint a borokhoz, az a szőttesek, illetve a népviseleti darabok. Hát nem lehetett ugye mindent elhozni, ez csak egy válogatás. Válogatás törölközőből, válogatás ágytakaróból, asztalterítőből és némi ruházatból is. De ugye a fellépőkön is rajta lesz ez a Pécs környéki horvátoknak a jellegzetes ruhája, kimondottan kökényi, most mondjuk úgy kökényi ruha, meg hát a gyerekek, akik fölléptek, ők is zömében ilyen ruhában léptek föl. Ez a saját ruhám, és fellépésekre szoktam felhúzni. A táncba táncolok a kis csoportba, és 5 éve talán. Megnézzük, akkor van egy tutyi, a csarápke, úgy mondjuk horvátul, van egy bütykös harisnya, bubicama strimfe, akkor van a szoknyám, ugye, ami bársony szoknya, és anyukámé volt még, úgyhogy ezt külön szeretem. És akkor van hát egy krilce, bikla, és akkor itt van a felső része, az ing, vagy az apletyák, ennek pedig az a lényege, hogy ha a mell részen többsoros dísz volt, akkor az azt jelentette, hogy gazdagabb vagy, hogy is mondjam, divatosabb az, aki rajta van. Úgyhogy én, az enyémben van 1, 2, 3, 4, 5 sor éppen. De van, hogy kevesebb van, sőt, én 7 sorosat is láttam. A leginkább a fekete, ahogy itt ezen is, de ez egy idősebb nőnek készült már, azért nincsen rajta más szín. Lehetne benne még egy kis sárga, egy kis kék, egy kis zöld és egy kis piros. De tényleg csak jelzésszerűen. Úgyhogy ez a jellegzetes színvilága. Hát ami meg ez
a hímzéseket illeti, meg a szopetyákot, illetve az ingrészt. Hát ami meg a többi ruhát illeti, az amilyen anyagot lehet kapni. Tehát ugye ez mondjuk bársony, de van, hogy modernebb anyagból is készítenek, sőt, hoztam egyet bemutatni, ami az anyosomnak a szoknyája volt, aki hétköznapokra hordta, és akkor nem bársony szoknyát hordott, hanem vett pargettot, vagy nem tudom, valamilyen anyagot a boltban, és abból varta meg. A fesztivál részeként kétnyelvű szentmisén is részt vehettek a hívek az ANK Művelődési Ház színház termében. Nagyon örülök neki, én, mint horvát anyanyelvű pap, meg a horvát referatúrának is a vezetője. Amikor a Feri barátom szólt, hogy jöjjek ide, és akkor misézzünk közösen, hát tudom azt, hogy nem lehet ez teljes horvát mise, hanem hát egy kicsit úgy poénosan azt szoktam mondani, hogy ez ilyen kendermagos, tehát horvát és magyar elemek is lesznek benne. Az mindenféleképpen dicséretes és szép dolog, hogy itt Pécsen, hát nem felejtik el, hogy itt vannak horvát anyanyelvek, akik betelepültek ugye a horvát községekből, illetve Plébániához tartoznak horvát nyelvű falvak, különösen gondolok itt Kökényre, akik még imádkoznak, énekelnek a miséken horvátul is, habár horvát misére talán egy évben egyszer-kétszer van lehetőségük, és ez egy olyan alkalom, amikor jó az, hogy megmutatjuk a sokszínűségünket. Az egység az a hitünk, az, hogy a katolikus hitűek vagyunk, a nyelvünk pedig az a sokszínűséget fejezi ki, és azt hiszem, hogy nekünk Magyarországon élő horvátoknak soha nem szabad megtagadnunk a gyökereinket, nem szabad megtagadnunk azt, hogy mi horvátok vagyunk. Most a népszámlás ideje is van, úgyhogy ha kérdeznek bennünket, akkor nyugodtan valljuk meg. Én is megvallottam, hogy horvát anyanyelvű vagyok, hiszen 5 éves koromig csak horvátul beszéltem, de a magyar ország az én hazám, itt születtem, itt élek, és Magyarországot szeretem. A szentmise után a hagyományokhoz híven a plébánosok megáldották az új bort. U organizaciji Surdukinske hrvatske samouprave 5. studenog u mjesnom domu kulture priređeno je godišnje hrvatsko veče. Na priredbi je nastupala odrasla plesna skupina Kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante. Nakon kratkog kulturnog programa uslijedila je zajednička večera svima Hrvatima iz Surdukinja koji su se toga dana okupili. Surdukin je naselje 20 km udaljeno od Pečuha prema jugoistoku, na pola puta između Pečuha i Mohača, pored Karašice u Baranjskoj županiji. U drugoj polovici 19. stoljeća u selu se pojavljuje nekolicina Hrvata iz obližnjih hrvatskih šokačkih naselja. Ukupno oko 80 ljudi, a sad ih nije sve došao, sad ih je nekoliko od 60 ljudi. Sad će biti adventska manifestacija, zajedno sa lokalnom samoupravom organiziramo u podrumima, zvaćemo jedan orkestar i hoćemo ih ponuditi sa pićem, sa malo jelom, odnosno imamo i manifestaciju Karačica nas spaja svake godine u rujnu, pozvane su iz okoline Karašica, gdje teče Karašica i nastupaju na našoj manifestaciji. Danas smo ove godine priredili ovu manifestaciju. Zbog pandemije smo izostavili 2 godine, zato nam je sad vrlo drago da možemo organizirati ovaj program. U prvom redu pozvali smo članova naše hrvatske manjinske samouprave da ih nadoknadimo, ugostimo. Sad će u prvom redu KUD Marica predstaviti nama jedan program, jedan ples, a poslije ćemo ugostiti njih s jednom večerom. Hrvatska narodnosna samouprava Surdukinja smatra važnim okupljenje mjesnih Hrvata, šokaca, tako svake godine, među ostalim značajnim svojim priredbama, organizira i svoj Hrvatski dan na koji pozivaju sve Hrvate naselja. Naša samouprava postoji već od 2002. godine, znači 20 godina imamo sad već iza nas. Radimo od početka, petero smo bili u skupštini, a sad ima nas, izvinjam se, troje, dve koleginice i ja kao predsjednik. Jedna je Marija Hing Kovač, a druga Anita Kovačević.
i evo ovako radimo skupa. Pa programi su nam kao svake godine imamo jedno tako veče kao sad, to je znači hrvatsko veče, to je za nas samo Hrvate u Subotici. I onda imamo priredbe one koje su skupa sa velikom samoupravom, kao sad je bilo u mjesecu augustu 750 godina u Subotici. I onda smo bili tamo kao kuhari i još drugi su bili tamo. Sad imamo još priredbu Karašica nas spaja, to je međunarodno i tu se predstavljamo. I onda imamo svako proljeće šokački bal. I još ako nam stigne, onda još malo ponešto. Priredbu su otvorili plesači Salatskog kuda Marica, koji su svojim koreografijama i originalnim nošnjama oduševili publiku. Na našem programu ćemo plesati našu tradicionalnu plese Hrvata Bošnjaka, koje žive u okolici Salante i u okolici Pečuha. Naša druga točka danas će biti plesove s okolici Kašada i San Martina. Ja sam iz Salante i bošnjačka je ta nošnja koja je velika, vrlo je šarena i lijepa. Pa na nozi imam čorapke, onda štrimfle bubicama, pa ima ozdol donja suknja, da. I još jedna suknja šarena, pa pregača. I široki rukava opletjak, imam jedan kožušak, to je od kože, pa imam onda cvancike, to je od srebra, na glavi je pocelica i dukate imam už. Jako, jako davno još sam bila, išla sam u osnovnu školu. U Semeju je organiziran Hrvatski jesenski festival po uzoru na proljetni susret u Mišljenju. Na po prvi put održanoj smotri nastupala su Barenska kulturna društva u nedavno predanom Mađarsko-Hrvatskom domu kulture. Sokat muzsika és csábító illatok hívogatták az érdeklődőket Szemelybe. Az első alkalommal megrendezett horvát őszi fesztiválon nem csak a magyarországi horvátok gazdag gasztrokultúrájával, hanem tradicionális táncaival, népviseleteivel és hagyományaival ismerkedhettek meg azok, akik a baranyai településre látogattak. Ennek volt egy olyan előzménye, ahol hála Istennek ugye szintén sikerült találkozunk. Ez a Kozár-Müsenyi tavaszi fesztivál volt, és amikor a tavaszi fesztivált ugye összeraktuk úgy a kormány segítségével, Hári Jóci, a parlamenti szószólag Szolga Józseffel, akkor már dédelgettük azt a tervet, hogy ez ne csak egy tavaszi fesztiválba merüljön ki, hanem szépen legyen egy tavaszi fesztiválunk, ami összegyűjti így a horvátságot, a magyarságot együtt, egy kultúrkavalkádban mondhatnám, hogy ebből legyen egy őszi fesztivál, és amikor is szép lassan kimegyünk az évből, hogy még egy igazi fesztivállal el tudjunk köszönni az emberektől. És hát ez lenne az, aminek a lényege, hogy nem egy helyet erősítünk, nem egy települést, hanem minden településnek adunk egy kicsit a közösség közös nagy életéből és a kultúrájából, és így úgy gondoltuk, hogy Szemely méltó arra, hogyha már egy ilyen gyönyörű, szép magyar-horvát kultúra háza épült, hogy ezt megtöltsük tartalommal, hogy valahol ebbe a lélek tovább építse azt, amire hivatott. És így került Szemelyre a választás. Az alapterv az volt, hogy minden régióból megjelennek a horvátjaink, de ugye nehéz egy olyan terminust belőni, ami mindenkinek jó, nagyon aktívak vagyunk az ország minden szegletében, úgyhogy így ez a 22-e, ez úgy jött össze, hogy jelen pillanatban a saját régiónkból jöttek fellépők, úgyhogy így a mohácsi sokacok lépnek fel, a kökényi horvátság, aki bosnyák, drávamenti koreográfiákat egyben tud előadni, és hát aki már nagyon-nagyon régi, már a háború után 91-től ugye régi kapcsolat a Szemelynek, a horvátországi Szemejci település
kapcsolata jött egy férfi kórussal, úgyhogy így állt össze, sajnos a Barcsiak nem tudtak eljönni, csak főző csapata, de a folklór műsor gyakorlatilag a helyi horvátságból, a baranyai régióból állt össze idén. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hagyományőrző tánccsoportja 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy felelevenítse, megtanulja a helyi sokacok táncait, hagyományait, ezáltal biztosítva azok fennmaradását a jövő generációi számára. 8 zenész és 18 táncos érkezett Mohácsról a közelmúltban átadott Magyar-Horvát Kultúra házába. A Mohácsi Sokacok olvasóköre érkezett, a hagyományőrző tánccsoport, valójában a mohácsi táncok koreográfiáját hoztuk el, és bunyavác táncokat mutatunk még be ezen kívül. Hetente egy alkalommal próbálunk, folyamatosan egész évben nincsen szünet. Azt kell tudni, hogy felnőtt mindenki, tehát egy kicsit azért kötött az idő, nem sok fellépést tudunk elvállalni, de ahová bírunk, oda nagyon szívesen elmegyünk. Alapvetően a kezdetektől ott vagyunk mi együtt, úgy gondolom, hogy a társaságnak a 80% az a kezdetektől ott van. Egyértelműen azért csatlakoztunk, hogy a jövő nemzedékének ezt tovább tudjuk adni, és remélem, hogy ez sikerülni fog, hiszen legtöbbünknek már a gyereke is ott van ebbe a közösségbe, úgyhogy bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Alapvetően egy mohácsi abszolút tájjellegű tánccal volt az első, a mohácsi sokat táncok, és utána pedig egy bunyavász táncokat, de reméljük, hogy az is legalább ekkora sikert fog aratni. Amennyire lehet, mindenki próbálta a szülőktől, nagyszülőktől megörökölt ruhákat felhúzni. Nagyon sok már olyan állapotban volt, hogy nagyon nehéz táncba bevinni, de úgy gondolom, hogy amennyire lehet, azért mindenki a sajátját próbálja. Nyilván a későbbiekben, akik csatlakoznak a társasághoz, azoknak már csinálni kell, azok, akiknek nincsen gyökereik, nincsenek kötődéseik a mohácsi sokacokhoz, azoknak csináltatni kell, de szerencsére ez még mindenkinek az eredeti. A saját ruhám van, nagymamám saját kezüleg készítette, mint a pacskaromat, mint a harisnyámat, illetve az ingemen is ő flitterezte, és a mintákat is ő csinálta kézzel. Általában csak fellépésekkor, illetve hát a mohácsi busójárásnak a tagja vagyok, tehát részese vagyok én is, minden évben beöltözök, illetve hogyha bármiféle rendezvény van Mohácson az iskola által, vagy bármi ilyesmi által, és képviselnem kell a sokasságot, akkor nagyon szívesen beszoktam öltözni. Az őszi horvát fesztivál egyik fontos üzenete az volt, hogy a magyarországi horvátok legyenek büszkék nyelvi és kulturális örökségükre, és ezt bátran vállalják a népszámlálás során is. На Зидовршенске цркве стои неколико спомен плоча, а нова је постављена 30. листопада. Поставила ју је Хрватска самоуправа Вршенде поводом 300. обљетнице посвећивања цркве и 250. обљетнице утемељења župе. Свећано откривање спомен плоче црквених годишњица одржано је у судјелованје певачког збора из Душнока. Postavljena je nova spomen ploča na zid Vršenske crkve povodom 300. obljetnice posvećivanja crkve i 250. obljetnice utemeljenja župe. Okupljene ispred Vršenske crkve, tako i pečuškog biskupa Laszlóa Felföldija, koji je blagoslovio ploču u ime Hrvatske narodnosne samouprave Vršende, vjerske i kulturne udruge Šokačkih Hrvata, te mjesne crkvene zajednice Vršende, pozdravila je predsjednica Hrvatske samouprave Vršende Marijana Balatinac. Mi već 17. godinu organiziramo susret crkvenih zborova. Do sad svake godine smo imali prije podne jedno usavršavanje, a poslije podne predstavljanje pjevačkih zborova i svetu misu na hrvatskom jeziku. Inače, uvijek je to jedina sveta misa na hrvatskom jeziku ovdje u selu. Dakle, drugih mjeseci nemamo. I sad ovo smo povezali sa predstavljanjem nosača zvuka Čuj nas majko. To već radimo, već i u vašoj emisiji već bilo o tome riječi, da od ožujka pjevači iz 7 naših naselja se susreću i pripremaju se za snimanje ove CD ploče. Evo, stigao je dan i promocija. Pošto je krajnji snimak načinjen ovdje u Vršendi, onda smo tako riješili da u sklopu ovog susreta crkvenih zborova ujedno bude i promocija ovog nosača zvuka.
Dakle, pošto ove godine slavimo 250 godina posvećenja Vršenske crkve i 300 godina utemeljenja samostalne župe, zato smo kao Hrvatska samouprava odlučili da ćemo postaviti spomen ploču na crkvu, ipak da sljedeće naraštaje podsjeća na to da su Vršendi živjeli Hrvati, a nadam se da će još i živjeti. Članovi Hrvatske samouprave smatraju važnim očuvanje i ojačanje hrvatskog identiteta među Šokcima u Vršendi, na što ne štede ni svoje vlastito slobodno vrijeme. Pa naša zajednica, petero smo u članu, Marijana je voditeljica, Balatinac Marijana, Agika Hosu, Leš Andor, moja kćerka Dora Balatinac i ja. Pa mnogi su tu koji pjevaju na CD, oni su i miješani, iz svakog sela ima tu i ovi pjevačice su tu na misi sada. Pa sa Dušnokom tako suradnju imamo da Marijana ako često ih zamoli da dođe kod nas pjevat. Ili ako imamo nekakav prestup i tako. Ove godine, ako dobro znam, onda idemo dole u Zagreb, tamo isto sa pjevačkim zborom. Tamo će se nastupati, tamo će nastupati u Zagrebu. Tu u Vršendi ima mnogo, jer imamo mladi koji nastupaju sa igrom. Voditeljica je Dora Balatinac. Imaju mnogo nastupa u drugačijim selama i imamo i piknik koji često sa berbom zajedno pravimo i dobro se družimo, jer imamo i prijatelje iz Draža, iz Topoja. Mnogo put se sretnemo s njima. Hrvatsko stanovništvo u Vršendi, iako je dosta malo, jako su aktivni i zainteresirani u kulturnom i vjerskom životu sela, zato su stalni sudionici mjesnih, a i okolnih hrvatskih priredaba. Nema nas mnogo, bolje bi tako rekla da nema nas mnogo, nego malo nas ima. I ova starija generacija živi još u Vršendi od Šokaca, kao što sam i ja i mi. Ima nekoliko mladi, ali vrlo malo. Ali ovi koji su još tu i koji jesmo, mi smo još uvijek aktivni i najviše mladi, evo ko Marijana i druga Marijana i Osu Agika, one još radu za našu zajednicu i za naše selo i za našu crkvu. Pa godišnje jedan put imamo, evo, mislim tu se sastaju horovi i šokački, dođu iz okoline Pečuva, okoline Mohača i dođu iz Dušnoka. To je godišnje jedan put i onda imamo jedan piknik. Ima berba, evo sad je bila neodavno. Ima kad ima još kao i kakve prirada, ali ovako nema, mislim, više. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet.